Hétvégén rendezték meg 13. alkalommal a Kárpát-medencei Egyetemek kupáját itt az NK-n. És ez a verseny, ez a kupa, ez az ELTE BELC, illetve az NK közös szervezésében valósult meg. Magáról a kezdeményezésről, a versenyről, annak menetéről Nagy Gergőt, az NK sportiroda vezetőjét kérdezzük, aki egyben a KEK egyik megálmodója is. Gergő, köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Honnan indult maga a KEK? Kikkel, mikor és illetve hogyan álmodtad meg? Álmodtátok meg pontosabban? A Kárpát-medencei Egyetemek kupájának, vagy ahogy mi hívni szoktuk egymás között a KEK-nek, egy elég erős előképe van. Ez az Erdélyi Labdarúgó Diák Kupa, amit Székelyudvarhelyen rendeznek meg, már több mint 30 alkalommal került erre sor, és ide kaptunk meghívást több mint 13 évvel ezelőtt az akkori egyetemi csapatommal. Elmentünk, megnéztük, és fantasztikus hangulata volt, tényleg Erdély szívében több mint 30 egyetemi foci csapat jött össze a Székely télben, és tényleg ez egy nagyon markáns élmény volt, és az ottani szervezőkkel nagyon jó kapcsolatba kerültünk pillanatok alatt, és arra jutottunk szervezőtársammal, Simon Gáborra, aki az ELTE BEAC-nak az igazgatója, volt már egyébként akkor is, hogy ezt a tornát, ezt valahogy át kell hozni, vagy ennek egy társtornát kellene szervezni Budapesten is, és ez lett a Kárpát-medencei Egyetemek kupája, amit azóta töretlenül gyakorlatilag minden évben megszervezünk, még a Covid alatt is, ugyan legutóbb volt egy fél éves eltolás, mert alapvetően március elején szoktuk ezt megrendezni, de a legutóbbi 12. alkalom az 2021. októberében volt, úgyhogy most egy fél éve később került sor a 13. kiadásra. Ugye említetted, hogy talán az elején, ugye ott főként futball volt az a sport, amellyel kezdtetek, de most már rendkívül mód kinőtte magát ez a torna ilyen szempontból. Milyen sportokban méretették meg magukat a versenyzők? Igen, ez így van. Eredetileg a talán legnépszerűbb hazai, meg egyetemi sport, elsősorban egyetemi sportként ugye kispes labdarúgás, vagy még inkább a futszál, az, ami elterjedt, és amire a legkönnyebb volt csapatokat toborozni, úgyhogy innen indultunk, és aztán láttuk azt, hogy lenne igény adott esetben más sportágakra, és szerettünk volna egy ilyen multisporteseményé fejleszteni ezt a tornát, úgyhogy az évek alatt folyamatosan bővülve, immár kosárlabda, röplabda sportágakban is lehetett a csapatsportok között indulni, illetve egyéni sportágakat is bevezettünk, úgy, mint idén először a sakkot, illetve a dárcot és a tagbolt. Továbbá az asztali tenisz az, ami már évek óta szintén velünk van, mint egyéni sport. Illetve itt kell megemlítenem, gyakorlatilag kísérő rendezvénye lett a KEK-nek, pont azért, hogy egy kicsit még tovább tudjuk bővíteni, és a teljes egyetemi polgárságot meg tudjuk szólítani ezzel az eseménnyel, ezért került be a KEK-rán a KEK futóverseny a programba. Ugye ez az esemény záró napján, szombati napon került erre sor, immár ez második alkalommal rendeztük meg ezt a futóversenyt itt az Orci Parkban. És ugye ha már szóba kerültek az egyetemi polgárok, mindenképp meg kell, hogy kérdezem, hogy konkrétan az NK milyen szerepet látott el magában a szervezésben, milyen szerepe van az egyetemnek a KEK megvalósításában? Az NK három évvel ezelőtt került be, vagy került közelebbi kapcsolatba KEK-kel, még Koltai András rektor úr hadhatós segítségével, eleinte még mint helyszín, és aztán ősszel, illetve most tavasszal pedig már teljes mértékben mint társszervező vettünk ebben részt, tehát nem csak a helyszínt biztosította a közszolgálati egyetem, aminek azt gondolom, hogy a szellemiségével egészen tökéletesen passzol a KEK szellemisége, hanem a szervezési feladatokból, a hallgatók elszállásolásából, a regisztrációból, a versenyek megszervezéséből nagyon nagy mértékben vette ki a részét az egyetemi sportiroda, illetve a Ludovika SL munkatársai is. Számodra ugye 13. alkalommal, 13 év távlatában gondoltátok-e volna, vagy inkább pontosabban te gondoltad-e volna, hogy ilyen nagyságokba jut el maga ez a rendezvény, milyen érzések kavarognak benned? Hát ebben bíztunk, és ezért bővítettük, és kerestük mindig a bővülés és a további fejlődés lehetőségét évről évre.
És így kerültünk, tehát amikor a helyszínekkel voltak esetleg problémák, hogy már nem fértünk el az eredeti helyszínen, a Beacon, így került képbe annak idején a Ludovika Campus, ami ugye akkoriban készült el, és aztán nyilván megtaláltuk a közös hangot az egyetemmel is, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy nem csak a szellemiséggel, hanem az egyetem sportról alkotott elképzeléseivel, sportban kitűzött céljaival is nagyon szépen összekapcsolódik a KEK. Ugye itt kifejezetten egy olyan hallgatói, illetve dolgozói sporteseményt álmodtunk meg, és most már azt mondhatom, hogy el is jutottunk ehhez a célhoz, amiben a teljes egyetemi polgárság ki tudja venni a részét. Hogy ezt egy kicsit lefordítsam a számok nyelvére, idén több mint 80 NKS hallgató-dolgozó vett részt versenyzőként, tehát hangsúlyozom, versenyzőként a rendezvényen. Ezen kívül nagyon sok kolléga volt, aki segített ugye a kivitelezésben. Ezt meg sem merem számolni, mert tényleg nagyon sokan vannak. És azt gondolom, hogy ez is jól mutatja azt az irányt, amit az egyetemi sportirodával képviselünk, ahol abszolút kifejezett célunk az, hogy a kampuszt sportoló NKS hallgatókkal, dolgozókkal, oktatókkal töltsük meg, és ennek érdekében nem csak ilyen nagy versenyeket szervezünk, mint a KEK, ami egy egyszeri alkalom, hanem a hétköznapokban is rengeteg edzést, illetve edzésformát kínál, részben a Ludovika Ese, részben pedig a sportkártya program, amit ugye a sportiroda képviselés valósít meg az egyetemen. Azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos, tehát hogy ezek a kiemelt események, az ünnepek, azok mindig nagyon fontosak, de összességében a hallgatóink, oktatóink egészségéért a mindennapos edzéssel tudunk tenni, és ennek a feltételeit szerettük volna megteremteni, és azt gondolom, hogy ebben is nagyon sokat tudtunk itt a pandémia óta előre lépni. És ugye említetted te is az előbbiekben, mert többször is, hogy ugye a folyamatos bővülés volt a cél, idén bekerült mondjuk a techból, vagy akár az e-sportot is ide lehet sorolni, milyen további sportok vannak mondjuk a jövőbeli repertoárban, mivel tudtok még majd bővülni, erről tudsz-e valamit mondani így a jövő év táblatában? Hát szerencsére most eljutottunk megint oda, hogy gyakorlatilag minden rendelkezésre álló teret megtöltöttünk, vagy kis túlzásra minden rendelkezésre álló teret megtöltöttünk az egyetemen, úgyhogy ilyen szempontból nem egyszerű a további bővülés lehetősége. Azt gondolom, hogy itt lépésről lépésre kell haladni. Elsősorban a most indult új sportágakat szeretnénk eljuttatni oda, ahol mondjuk most az asztali tenisz tart, ahol 32 induló volt az egyéni versenyben, ami már egy egész... azt gondolom, hogy ez már egy színvonalas, létszámszínvonalas verseny, csak hogy a nagyságrendjét érzékeltessem, amit négy asztalon ment folyamatosan az asztali tenisz versenyünk, tehát azt gondolom, hogy ide kell ezekkel az egyéni sportokkal eljutni. A futóverseny terén mindenképpen van még hova bővülni, bár így is közel 500-an vettek részt a futóversenyen, de nagy a park, és azt gondolom, hogy még több résztvevőt is el fog bírni ez az esemény. És aztán mindenképpen azt fogjuk leginkább szem előtt tartani, hogy mik azok az akár új sportok, új trendek, amik a hallgatókat megmozgatják. Nyilván a techball vagy az e-sport ezen, de akár a dartsot is említhetném, emiatt került be a programba. Ezek olyan most jól futó, hadd ne mondjam, trendi sportágak a hallgatók körében, amivel érdemes foglalkozni és amit érdemes felkarolni. Sok sikert kívánok előre is a jövő évi KEK megszervezésében, és köszönöm, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. A kedves nézőknek hasonlóképp köszönöm a figyelmet, ezúton biztatnék én is mindenkit a sportra, és hát egyúttal ugye a jövő évi KEK-en való részvételre is, ugyan még messze van. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, viszontlátásra!